Voltok az ünneplésre a Fidesz-KDNP szekszárdi képviselőjelöltjei számára vasárnap este, hiszen a párt Berlinger Attila személyében 54%-kal megnyerte a polgármesterválasztást, a 10 egyéni választókerületből pedig mind a 10-ben sikert arattak jelöltjeik. A következő önkormányzati ciklusban a képviselőtestületben mandátumok szerint 11 politikust küldenek a kormánypártok, 3-at az ilyen szekszárd egyesület és 1-et a Mi Hazánk mozgalom. Nagyon nehéz ilyenkor szavakat találni, hiszen az érzelmek előtörnek. Egy olyan sorsdöntő győzelmet aratott ma Szekszárd, amelyeten azt gondolom mindannyian megérdemeltünk. Ebben a hosszú kampányban az az alapüzenet, hogy mi a béke és az együttműködés Szekszárdját szeretnénk felépíteni, ahol tényleg a tiszteleten, az egymás iránti megbecsülésen alapul a hangnem is, azt hiszem ma visszaigazolódott. Végtelenül hálásak vagyunk annak a sok-sok ezer szekszárdi szavazópolgárnak, akik ezt megértették, elfogadták tőlünk, és szavazataikkal vissza is igazolták. Azt hiszem, amikor egy polgármester ilyen hatalmas fölénnyel, és a 10 egyéni képviselői körzetből mind a 10-et megnyerve egy csapatot tudunk kialakítani, a Szekszárd nem csak jelenkorának, hanem egy közép- és hosszú távú jövőjének is egy nagyon jó muníciót adhat. A polgármester az országban egyedülálló módon nem ősztől, hanem már most megkezdheti a munkát, hiszen a városnak nincs jelenleg polgármestere. Horváth István Tolna vármegye országgyűlési képviselője is megköszönte a leadott voksokat. Én azt gondolom, hogy ezzel tisztáztuk is a közéletnek a kívánalmát, hogy merre fele menjen Szekszárd városa. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ezt az győzelmet most ki kell ünnepelni, mert megdolgoztunk érte, de utána végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudnánk ezt a fajta közhangulatot Szekszárdon minél előbb arra a közös kívánalomra hozni, hogy békesség legyen Szekszárdon, és az összefogásról tudjunk beszélni, és ne a sérelmekről, hanem arról, hogy hogyan tudjuk ezt a gyönyörű várost fejleszteni, és hogyan tudjuk sikeressé tenni az itt lévő vállalkozásokat, az embereket, hogy minél élhetőbb legyen a város, és hogy kiászálódjunk ebből az elmúlt éveknek ezt a lelki, hogy mondjam, nehézségeiből. Így ünnepeltek a képviselők és a megjelentek, mikor legutoljára biztossá vált dr. Bali Ildikó győzelme is, aki a 6-os számú egyéni választókerületben nyert Murvai Árpád ellen, mindössze 11 szavazattal megelőzve az éjjel-szekszárd képviselőjét. Ez egy nagyon szoros küzdelem volt, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy tudtam győzni, és a Szekszárd város képviselője lehetek. Böröc Máté, a Szekszárdi Matthias Corvinus kollégium vezetője, a testület legfiatalabb tagjaként kezdheti meg a munkát. Látszik az, hogy a fiatalokat be kell vonni abba, hogy milyen irányba megy a város. Lehetőséget kell adni azoknak, akik esetlegesen nem tudnak mondjuk telket venni, vagy házat építeni. Itt a programunk az hűen tükrözte azt, hogy mi feléjük is, irántuk is nyitottak vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha minél több család képzelni el Szekszárdon a jövőjét. Mindemellett szeretnénk azt is, hogy a szórakozóhelyek és egyéb olyan intézmények, amelyek a szabadidő hasznos eltöltésére hivatottak, azok úgymond minél nagyobb számban jelenjenek meg Szekszárdon. A kormánypárti képviselők közül bejutott a szekszárdi testületbe Gréci Félegyházi Gyöngyvér, Koller Tamás, Szollár Zoltán, Szabó Noémi, Janó Attiláné, Fusz György, Móra Viktória és Máté Péter is.